Szeptember közepéig igényelhették a méhnyakrák elleni védőoltást azok a 12. életévüket betöltött lányok, akik idén kezdték az általános iskola 7. osztályát. A humán papillomavírus elleni vakcina a méhnyakrák megelőzésére is szolgáló védőoltás. A vírusnak több mint 100 alfaja van, ezek közül körülbelül 13 okozhat rosszindulatú daganatot, 2-nél 70% erre az esély. A vakcinával azonban nagyfokú védettség érhető el. Több mint 90%-os ugyanakkor a védettség, mert kereszt reakciók révén a többi szerotípus ellen is védelmet nyújt az oltás. Tehát mindenképpen ajánlott, nem csak méhnyakrákot okozhat maga a vírus, hanem gyakorlatilag orális, anális és szexuális, illetve hüvei úton történő fertőződésről is szó lehet, akár petting és bőrkontaktus útján is. Tehát gyakorlatilag a szexuális kórokozók közé tartozik maga a vírus, és természetesen azoknak ajánlott, akik még nem igazán élnek szexuális életet. A védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség 15 év alatt, az idősebbeknek viszont már 3-ra. Fontos azt is kiemelni, hogy minden adagra szükség van a teljes védelemhez. Ezeket a vakcinákat az iskolaorvos vagy az iskolai védőnő adja be a lányoknak. A vírus szemölcsöket, valamint jó és rossz indulatú daganatokat egyaránt okozhat. Nagyon sokszor észrevétlen marad, pont ezért veszélyes. A vírust pont ezért szűrővizsgálatok is segítik a kimutatásban. Akkor nyújtunk teljes védelmet a nők számára, hogyha nem csak a védőoltást adattuk be, hanem azért későbbiekben a rendszeres szűrővizsgálaton is megjelennek a nők. Tehát nem csak a daganatot magát, hanem a daganatot megelőző állapotot is ki lehet mutatni, és ennek segítségével megelőzhető gyakorlatilag a betegség, de korai stádiumban gyógyítható is. Idén szeptemberben 3000 diáklány volt jogosult a térítésmentes oltásra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Közülük 99% jelzett vissza is, 85%-uk kérte az oltóanyagot, így összesen 2600 vakcinát rendeltek a megyében. A védőoltás azért is lenne fontos minden fiatal lánynak, mert a statisztika azt mutatja, a méhnyakrák a 4. leggyakoribb halált okozó betegség ma hazánkban.